Itt, Máté Szalka belvárosában vannak azok a vállalkozások, amelyeket a csalók felkerestek. Jártak zöldségesnél, bababizományisnál, pékségben, butikban és egy méteráruboltban is. Szerettük volna a tulajdonosokat megkérdezni, mi történt, de nem akartak nyilatkozni. Az igazgatóság egyelőre csak néhány vállalkozás átveréséről tud. A csalók a katasztrófavédelem hatósági osztályára hivatkozva keresték fel a cégeket és jelezték, hamarosan tűzvédelmi ellenőrzést tartanak a telephelyen, majd a piaci ár többszörösért akartak eladni, vagy éppen el is adtak tűzvédelmi berendezéseket, tűzoltó készülékeket. Jóval több lehet az érintett, hiszen akadhatnak még olyanok, akik nem jelentették a csalást. A katasztrófavédelmi igazgatóság arra hívja fel a figyelmet, munkatársai egyenruhában, szolgálati jelvénnyel felszerelve és igazolvánnyal megfelelő dokumentumokkal járnak ellenőrizni. Egyik esetben sem kínálnak tűzoltó készülékeket eladásra, karbantartást sem végeznek, illetve ilyen formán ugye forgalmazást sem bonyolítunk le, mindenképpen csak az ellenőrzése a célja egy-egy ilyen látogatásnak. Egyébként az egyenruha mellett jegyzőkönyv is készül, amelyet iktatószámmal, illetve pecséttel láttunk el, valamint egyik esetben sem veszünk el pénzt, hiszen akár helyszíni bírságról, akár pedig hatósági eljárásról van szó, minden esetben egy bankszámla számlára kell, hogy átutalják a bírság összegét, illetve a helyszíni bírság esetén pedig ugye a csekken is szerepel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bírság számlája. A visszaéléseket elkövetők egyelőre ismeretlenek, tettük oka feltehetően haszonszerzés. A katasztrófavédelem kéri, hasonló esettel, visszaéléssel kapcsolatosan értesítsék a rendőrséget.